Na, akkor indítsuk be. Indítsuk. Csilingeltek a poharak, 8. alkalommal várták az érdeklődőket a Lusszónümi kulináris fröstúrára június 10-én Dunakömlődön. Az első állomásnál Hanuszka Sándor fogadta a borkedvelőket. Schiller, fehér, rozé és vörös bor közül lehetett választani. Minden évben itt van, sőt, ahogy hallom, már várják is a turisták, hogy mikor lesz a következő, mert nagyon jó tapasztalataik voltak korábban, és hát szeretnének újra egy jó együttlétet, egy jó dzsemborit csinálni. A faluháztól indultak a résztvevők, és 7 ponton állhattak meg. Többek között a Lusszóniumnál, a téglagyárnál és a sípájánál is lehetett helyi borokat, illetve pálinkákat kóstolni. Ez alkalommal sem maradt le az asztalról a pogácsa és a zsíros kenyér. A 8 kilométer hosszú túrán megközelítőleg 100 fő vett részt. Különlegesnek mondhatom a Babo Múzeumot, amit egy borbarátunk, Fehér József hozott létre, és ingyenesen a nyilvánosság elé tárta, illetve itt is a Babo Múzeum mögötti Löszfalhegynek a megmászása az idei túrában is szerepel. Talán különlegesség a Dunakömlődi sípálya, úgy gondolom, hogy aki még nem volt, nem látta, annak nagy élmény. A túrát követően a Présház soron ebéddel kínálták meg a résztvevőket, a rendezvényt idén is a Dunakömlődi Lusszónium Borbarátok Egyesület szervezte.